A háztartási tüzelőberendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermékelvezető berendezések használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett ellenőrzés. A katasztrófavédelem arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a nyári hónapokban kérjék a szakemberek segítségét. Köszöntöm a stúdióban Dudás Szilviát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott szóvivőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hány épületről, hány kéményről van itt szó, amit a katasztrófavédelem alá tartozó kéményseprőknek ellenőrizniük kellene? Gyakorlatilag a megye összes kéménye, legyen szó családi házról vagy társas házról, illetve azt attól is megkülönböztetjük, hogy van-e az adott ingatlanba gazdálkodó szervezet bejegyezve. Hogyan történik ez? Amennyire én tudom, nem kell mindenkinek kérni a kéményseprést. Vannak épületek, ahová rendszeresen kérés nélkül is megy a kéményseprő. Ez így van. Családi házak esetében a kéményseprés ingyenes, viszont ebben az esetben meg kell rendelni a kéményseprést. Erre lehetőség van az interneten is, illetve a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt tudják kérni a kéményseprést az állampolgárok. Azonban azokban az esetekben, hogyha gazdálkodó szervezet van bejegyezve az adott ingatlanba, legyen az társasház, vagy családi ház, vagy bármilyen nemű ingatlan, meg kell rendelni a kéményseprést. Vannak olyan ingatlan társasházakban, előre kiértesíti a kéményseprő, hogy mikor lesz az ellenőrzés időpontja. Itt sormunkaszerűen megy, és lakásokra becsenget, és elvégzi az adott munkát. Milyen gyakorisággal végzik a kéményseprést? Szilárd tüzelésű berendezések esetében évente, gázüzemi fűtőberendezéseknél két évente kell elvégezni a seprést. Ez vonatkozik a családi házakra is? Így van, igen, minden esetben. Mennyire gyakoriak a kémények tisztítási hiányából okozó balesetek? Azt lehet mondani, hogy a kora őszi időszaktól kora tavaszig, tehát amikor megkezdődik a fűtési szezon, rengeteg kéménytűz van, illetve egyre gyakoribbak a szénmonoxid szivárgásos káresemények is. Van-e valamilyen szankció, amennyiben elmulasztja a kéményseprést megrendelni a tulajdonos, és történik valami baleset? Történik egy baleset, hogy az az első, hogy kéri a hatóság a tanúsítványt, ugyanis minden munka elvégeztéről a kéményseprőnek tanúsítványt kell kiállítania, hogyha ezzel nem rendelkezik, akkor értesíti az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget és megindítja az eljárását. Ez mit jelent? Bekéri a tanúsítványt, minden esetben, hogyha ez megvan, akkor igazából nincs semmilyen következménye, amennyiben van, akár bírságolhatja is a Tehát nem elég, hogy balesetet szenved, esetleg egészségkárosodást szenved, még meg is bírságolhatják. Előfordulhat, igen. Mennyi idő az, amíg a megrendeléstől mondjuk el tud menni egy kéményseprő? Pár napot vesz ez igénybe, tehát a kéményseprő telefonon fogja keresni az adott ügyfelet, hogyha megkereste őket, és hogyha nincs gond az adott kéménnyel, tehát műszaki állapota, a járatok megfelelőek, akkor mindössze 30 percet vesz igénybe egy ellenőrzés. A múlt héten csütörtökön nagyon komoly viharok történtek. Érték-e károk mondjuk kéményeket, vagy háztetőket? Igen, rengeteg olyan káreset volt, ahol leborult a kémény, és a tűzoltóknak a kéményt kellett visszabontaniuk, mert veszélyesek voltak. Tehát előfordulnak ezek a káresemények, és ugye ezt is ellenőrzi a kéményseprő, hogy a kéménynek a műszaki állapota megfelelő-e vagy sem. Ilyenkor a tűzoltó az nyilván csak annyi munkát végez el, ami az adott kár elhárításra vonatkozik, de a helyreállítás azt gondolom, hogy már a tulajdonosnak így van, igen. A feladata. Mi az, ami megkülönbözteti a gazdálkodó szervezeteket? Van-e oda bejegyezve bármilyen nemű cég vagy egyéni vállalkozó? Tehát, hogyha oda van valaki bejegyezve, akkor azt már mindenféleképpen fizetni kell a szolgáltatásért. Társasházban akkor is fizetni kell a szolgáltatásért, hogyha nincsen gazdálkodó szervezet? Tehát csak a családi házak mentesülnek? Nem, társasházakban, ha nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, ugyanúgy akkor ingyenes. Ott is ingyenes. Csak annyiban különbözik, hogy ott nem kell megrendelni a sormunkát, hanem megy a kéményseprő és végzi az ellenőrzést. Milyen tarifával dolgoznak a gazdálkodó szervezetek esetén? Ez változó. Tehát ez szolgáltatónként változik, tehát ők szabják meg saját maguknak a tarifát.
Egy picit beszéljünk a viharkárokról, hiszen azért ez egy elég jelentős esemény, több mint 2500 káreseményről tettek említést. Zömmel milyen jellegű károkról beszélhetünk? Leginkább kidőlt fák voltak, épületekre, közintézményekre dőlt fák, illetve rengeteg olyan tetőszerkezet, amelyet károsított a szél és a vihar. Ideillenes tetőszerkezetek, a tetőszerkezetek ideillenes helyreállítását végezték a beavatkozók, a hivatásos, önkéntes tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Több olyan útszakasz volt, ami járhatatlan volt, annyi fa borult ki, illetve volt olyan vasútvonal is, ami szintén járhatatlan volt. Mennyi volt az a leghosszabb idő intervallum, amikor járhatatlan volt közúti vagy vasútvonal? Viszonylag hamar fel tudták ezeket szabadítani, és visszaadták őket a forgalomnak. Tehát elég hamar. Viszont az áramszolgáltatás azért az időt sok helyen, hosszú időbe került. Melyek voltak a legérintettebb települések, ahol a legtöbb kárt, vagy a legsúlyosabb károkat szenvedték? Kisvárda is térsége, de rengeteg kár volt Mátészalkán, Nyírmadán, Ajakon, tehát ezek a 80 településről kezdtek bejelentések. Hogyan boldogult a katasztrófavédelem itt a megyében? Hány emberrel dolgoztak, és mennyi ideig? Csúcsidőszakban több mint 500-an voltak azok, akik végezték a károk felszámolását. Hivatásos tűzoltók, önkéntes tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek, sőt külföldről is érkeztek, a Vajdaságból, Felvidékről önkéntesek. A hivatásosok és önkéntes tűzoltók az ország összes megyéjéből jöttek segíteni a szabolcsérőket. Fel tudnak készülni ilyen eseményekre? Azért a mostani időjárás elég szélsőséges, tehát azt gondolom, hogy erre be kell rendezkedni. Igen, az erők eszközök átcsoportosítással azért erre van lehetőség. Hogyan? Amennyiben bekövetkezik egy ilyen esemény, egyik megyéből, attól az esemény jellegétől függően mennyi káresemény van, átcsoportosítják, ide vezénylik az erőket. Mi lakosok, illetve épülettulajdonosok hogyan tudunk erre felkészülni, vagy mi az, amire érdemes odafigyelni, ha már az időjárásunk ilyen szinten megváltozott, hogy itt most már azért tornádóval is lehet számolni, vagy tényleg olyan heves jégesővel, zivatarokkal, amit korábban nem szoktunk meg? Felkészülni igazából annyit tudunk, kéményeinket ellenőriztessük, hogy ne boruljanak le az erős szélben, tehát legyen megfelelő a műszaki állapotuk, illetve ha bekövetkezik a baj, és olyan káresemények vannak, amit ők is el tudnak hárítani, akkor meg lehet ezt is oldani. Dudás Szilvia, köszönjük, hogy befáradt ma hozzá. Köszönöm szépen.